Új sportpályáknak örülhetnek a kazincisok. Az egyiken röplabdázni, a másikon kosarazni lehet. Mindegyik rekordtámborítást kapott. Aki akar, pingpongozhat is a felújított kerítés melletti asztaloknál. Amikor én ide jártam, akkor itt volt egy nagyon tisztességes alakos atlétikai pálya. Ott a legvégén volt egy hatalmas alak domb, és évente salakoztuk a pályát. Ez volt a testnevelés úri fontos feladat. Egy kis alak, egy kis agyag, és akkor miután megrostáltuk, hordtuk és segítettük ennek a pályának a folyamatos fenntartását. Aztán az itt lévő nyárfák lényegében tönkretették ezt a pályát. A gyökerek feljöttek itt, és hát egyre veszélyesebbé vált, és nem tudtunk testnevelés órákat tartani. A nyárfákat kivágták, az Ötvös Parkban ültettek helyette újakat. Ezután kezdődhetett el a kivitelezés, amelyre a várostól 10 millió forint érkezett. Vállalkozások, szülők álltak a kezdeményezés mellé, a 6. B-sek pedig azt az 500 ezer forintot ajánlották fel, amelyet egy videós pályázaton nyertek el. A sportpálya kialakítását a térség országgyűlési képviselője is segítette, aki szintén a Kazinci gimnázium diákja volt. Én azt gondolom, hogy a testnevelés órák itt kényelmesen és biztonságosan lebonyolíthatóak, és lehetett látni itt a diákokon, a gyerekeken, hogy nagyon örülnek ennek, hiszen egyfajta közösségi tér is kialakításra került, és zárásként pedig mindenképpen szeretném azt is elmondani, hogy a következő időszakra is vannak terveink, más intézményekben is, és hogyha valaki kétségbe vonná, hogy működik egy Győrben az együttműködés, akkor itt megerősíthetem, hogy igen, működik, ez a beruházás, illetve ennek az előkészítés és mutatja, hogy a győriek tudnak jó ügyek érdekében együttműködni. Szeptembertől már nem Németh Tibor irányítja az iskolát, nyugdíjba vonul, így egyfajta búcsú ajándékként is tekint a korszerű sportpályára. Úgy gondoltam, hogy ennyiben még mindenképpen tartozom az iskolának, hogy ezt megpróbáljam összehozni. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy sikerült. Bízom abban, hogy tényleg használni tudják hosszú távon a tanulóink ezt. A beruházás több mint 40 millió forintba került.